Jó néhány méterrel a föld felett látható ez a kis traktor a magasban. Látványból ebben az évben sincs hiány a szántóföldi napokon. Már a rendezvény első napjának reggelén több százan látogattak el Mezőfalvára, az ország legnagyobb szántóföldi kiállítására. Az idei esemény középpontjában a fenntartható klímaváltozással kapcsolatos és a klímaváltozáshoz alkalmazkodó gazdálkodási módszerek, technikai bemutatók kerülnek a középpontba, és azok, akik ellátogatnak erre az eseményre, többek között ezt a gépjárművet is kipróbálhatják, méghozzá ezt a Massey Fergusont. Aki szerdán lemaradt volna a traktor szemléről, csütörtökön még kipróbálhatja a járműveket. Ezt a gépet egy gépkapcsolatban meg is nézhetitek. Mögött áll egy sávművelőgép, egy 4 méter munkaszélességű Missouri Protil nevezetű sávművelőgép. Délután bemutatózunk, úgyhogy gyertek és nézzétek meg ti is. Az először 2017-ben megtartott esemény mára nagy múlttal rendelkező rendezvényé nőtte ki magát. Az ágazatban dolgozókat itt minden évben színvonalas, innovatív programsorozat várja. A gazdák itt beszerezhetnek olyan naprakész információkat, ami segíti őket gazdaságuk fejlesztésében, hogy általában a jó döntések meghozatalában. Mindaz, amit két nap alatt felvonultat a szántóföldi napok technológiában, tudásban, információ átadásban ugyanazt a célt szolgálja. A hazai mezőgazdaság modernizálását, fenntarthatóságának, versenyképességének a javítását. A gazdák számára az elmúlt években az egyik legfontosabb kihívást az aszályos évek jelentették, így aztán többek között ez és a magyar mezőgazdaság jövője került terítékre a találkozón. A kétnapos eseményre ezúttal is várják a gazdálkodókat, az agráriumban dolgozókat és tanulókat, valamint mindenkit, aki érdeklődik az ágazat iránt. A rendezvényen 170 kiállítóval találkozhatnak a látogatók, akik egészen csütörtökön délután 17 óráig élvezhetik az ország legnagyobb szántóföldi napok programjait, aminek egyik leglátványosabb része az Agrárgép Show.